De kiderül ma. Mindenki. Szevasztok. Szevasztok, srácok, jó reggelt mindenkinek. Fantasztikus, gyönyörű, szép hétfő van. Most bétel az időjárás. Most azt próbálja csinálni, hogy nézd, milyen nyár. Milyen szép, és délután nem. Délután megint belenyomja a péniszét a szánkba. Igen. Semmi gond. Pont a hétvégén tweeteltem ki én is azt, hogy basszus, nekem szürreális volt. Valamelyik oldal megosztotta, hogy ma van a leghosszabb nap. Ez június 20-a, szombat. Uh-huh. Szombat. Ma van a leghosszabb nap, és este 21-45-kor, vagy mikor, ott akkor van a nyári napforduló. Én meg nem tudom, egyszerre csapott össze bennem az, hogy júliusban van, uh-huh. nekem ott van, tehát így teljesen, hogy ott van, és tehát így nekem olyan fura volt, hogy most így júniusban, meg a másik, hogy hosszúak a nappalok? Én nem tudok róla. A fejük miatt nem látni mindig semmit. Bennülünk, meg mindig esik az eső, meg mit tudom én, és így nem nagyon tűnt fel, hogy már elértük ezt a pontot, úgyhogy szomorúan konstatáltam, most már egyre rövidebbek a nappalak, szóval erről így lemaradtam ezekről a hosszú. De tényleg így van? Olyan fura ez. Mármint, hogy ez confirmed? Vagy most június 20-án volt a napforduló? Igen. De hogy? Hát basszus, én sem értem. Mert az mindig ilyen július, vagy augusztus körül szokott lenni, én úgy emlékszem. Na mindegy. Hogyha most volt, de még basszus, most van nyár. Most kezdődött el. Hát nem. Csak esik. Mint a szar. Az a baj. Hát mert valójában... Érted, hivatalosan június elég kezdődik. Hát nem tudom, mert ugye, hogyha belegondolsz, májusban azért már elég meleg szokott lenni. Az embert általában már úgy azért a nyárra nyomja át. Tehát már gyakorlatilag, hogyha nem lett volna ez az esős időszak, akkor májusban is volt 30 fok. Tehát igazából már ott el szokott kezdődni. Sőt, a mostani fantasztikus éghajlatváltozási körülmények között, hát tavaly már áprilisban lerohadt a tökünk a forróságtól. Úgyhogy, ja, hát a nyár az azért kezdődik júniusban, sok mindenkinek, hogy akkor ér véget a suli. Jó, érteni. Általában azért van az, de hát ez van. Mondom, én így most így ledöbbentem ezen. Én is azt gondoltam, hogy később lesz ez a nyári napforduló. Én mindig valahogy ilyen július vége környékére szoktam érezni a nyári napfordulót, de aztán rájövök arra, hogy ez valójában az év közepe. És persze nagyon szépen szabályos lenne, hogyha akkor lenne a nyári napforduló, de a világ nem így működik. Hát igen. Hogy úgy mondjam. Igen. Úgyhogy kicsit lehangolt ez a dolog a hétvégén, nem tudom, hogy olyan borúsak lettek a gondolataim. Hát de azért, mert basszus, még nem tud, gyakorlatilag nem tudom, volt összesen júniusban, nem tudom, hogy 5 nap, amikor nem esett az eső. Vagy 6, kb. Így Debrecenben. Nagyon, nagyon gáz volt. Végig ilyen esős idő van. Mit akarok mondani? Igen, srácok, látom, hogy ez így most derült ki, vagy nem tudom. Igen, Jani kiírt a Twitterre, ugye, hogy a honlap nem elérhető különböző okokból, és ennek okán a menetrend sem elérhető. Ennek ellenére van műsor. Igen. Igen. Szóval, ja, a mai programot majd a műsor végén részletesen ismertetem, bár megtettem egy ideje Twitteren, mert muszáj volt most megtennem. A DNS szolgáltatónkkal van valami probléma. A hétvégén, illetve tegnap igyekeztem utána járni, hogy mi lehet. Hát a helyzet az, hogy van egy ügyfélszolgálati e-mail cím, amire nem tudok írni e-mailt, mivel hogy nincs doménünk. Persze tudtam volna másképpen, de úgy kicsit bonyolult. Telefonos ügyfélszolgálat pedig tegnap nem volt, akitől béreljük ezt a dolgot, úgyhogy ma felhívom őket, és megkérdezem, hogy mi van. De nagyjából ennyi. Igen, úgyhogy emiatt nem elérheti a menetrend, reméljük hamarosan meg fog oldódni ez a dolog. Hát most mégis mit megoldjuk. Lehet csinálni ezzel? Nem lesz gond. Ez van. Túl akarok esni ezen a dolgon, mert biztos, hogy említeni fogjátok. Igen, hallottuk, hogy 101 éves korában elhújt Bálint gazda, az ország kertészmérnöke. Nagy veszteség egyébként, de hát rettentő szép kort megélt ember. Látom, hogy nagyon sokan megemlékeztek róla. Én örülök neki, hogy megteszik ezt az emberek. Igen, hát sajnos ez van, hogy ahogy telik az idő, ezeket az embereket elveszítjük, de emlékezzünk pozitívan rá, ahogy mondani szoktam, mert érdemes. De tényleg nagyon sokan megemlékeztek róla, néhány nagyon aranyos megemlékezés van az interneten, úgyhogy abszolút-e. Tök jó. Abszolút-e. Igen, 101 éves volt. Nagyon, igen, 19-ben született. Ja. Azért az nem gyenge, hogyha belegondolsz. Hát nem gyenge, nagyon nem gyenge. Mennyi mindent átélt. Nagyon kemény. Igen, furcsa belegondolni, hogy...
Hát nekem furcsa belegondolni, hogy biztos nem fogad élni. Ez nagyon fontos. Másik meg az, hogy ilyenkor mindig belegondolok abba, hogy milyen elképesztő dolgok történnek, ahogy telik az idő egyébként. És pont agyaltam azon, nem ennek kapcsán feltétlenül, hanem voltunk a, tudjátok, vannak ezek a babakötvények, vagy mi a tököm, és mi is kötöttünk a gyereknek olyat, tudjátok, ez olyan, hogy havonta fizet rá nagymama, meg te, úgy valamennyi pénzt, és akkor majd tudjátok, ilyen 18-9 éves korára lesz belőle valami. Valami lóvé, és akkor ez tök jó lesz. És pont belegondoltam tényleg én is abba, a múltkor is gondolkoztunk már ezen, hogy összegyűlik rajta X pénz, hogy így, most ha belegondolsz abban, most teljesen mindegy, mekkora összegre gondolsz, de most ha belegondoltok abba, hogy 19 év alatt összegyűlik, mit tudom én, 1 vagy 1,5 millió forint valakinek, lényegtelen, hogy mit fog az érni? Az a pénz. Mert pont volt egy ilyen lebontása, egy ilyen prospektuson, hogy mi van, hogyha össze tudsz gyűjteni 3 millió forintot a gyerekednek, hogy ahhoz mennyit kell havonta betenni, meg mit tudom én, havi 10 000 forintot, vagy 12-t, mit tudom én. És az a lényeg, hogy pont belegondoltam, hogy 3 millió forint, ha, amikor, hogy így, tudjátok, amikor én születtem, hogyha nekem kötöttek volna ilyet, értedek? Tehát, hogy 3 millió forint mit ért ezelőtt 32 évvel? Mit ér most? És mit fog érni 19 év múlva? Ha csak arra gondoltuk, hogy 19 évvel ezelőtt mit ért 3 millió forint? Ha majdnem lakást lehetett venni. Most meg kocsit. Hát igen. Szóval lehet, hogy elég lesz egy bicajra. Ki tudja, ki tudja. De most nem. Az infláció követő. Micsoda? A babakötvény. Az lenne? Igen? Hát van benne egy infláció korrekció, aha, de azért nem olyan. Azért nem olyan. De az durva, nem? Uh-huh. Vagy nem? Senkinek? Nem? Hát, jó, mindegy. Csak úgy felvetettem, bocsánat, hogy az idő múlásával mik változnak. De hát ez van. Látom, sikerült megérteni azt, amit mondok. Hát nem jött össze. Ez a téma úgy néz ki, hogy túl deep. Már párszor tévedtünk pénzügyi témára, aztán csak rájöttünk, hogy az emberek legnagyobb része gyakorlatilag semmit nem tud a pénzről. De ez úgy látom, hogy továbbra sem változott. Valószínűleg amiatt tartunk itt, ahol. Hát az idő az rengeteg durva dolgot tartogat számunkra. Én biztos, hogy a gyerek miatt nagyon-nagyon sok mindenen gondolkoztam, és pont azon agyaltam, hogy amikor én születtem, hogy nézett ki a világ, és milyen volt a technológia, és ha csak belegondolok abba, hogy mire ő 18-9 éves lesz, mi lesz a világban, az azért úgy elég kemény gondolat, legalábbis szerintem. Hát az tuti. Én megmondom őszintén, hogy én folyamatosan azon gondolkozom, és a hétvégén is ismerősökkel erről beszélgettünk, hogy mindig arra próbálom győzni magam, hogy vajon az előző generáció is ugyanezt élte át. Mert amúgy azt mondják, hogy a világon egyébként egy ilyen ciklikus dologról van szó, mindenki ugyanazt éli át. Megszületik az ember, túlesik a tinédzser korán, felnőtté válik, megszületik a gyereke, akkor megváltozik benne minden, stb. Csak ugye az idők mások. És úgy kíváncsi vagyok, hogy majd megpróbálok faterommal erről beszélni egyébként, hogy neki milyen érzés volt a technológiai változás, az új dolgok, meg úgy minden. Mert úgy kíváncsi vagyok, hogy ez csak egy időszak nálam, amikor ennyire drasztikus, hogy úgy érzem, hogy tényleg minden, amiről azt hittem, hogy az élet része és az egész kultúrám, meg a saját identitásom része, az így kicsúszik alólam. Mert igazából, hogyha belegondoltok, akkor a szüleink is felnőttek valahogy, és aztán egy idő után ugye elkezdett minden teljesen megváltozni. De teljesen, ugye tudjátok, hogy itthon azért eléggé változtak a dolgok. Minden esetre érdekelne, hogy most tényleg annyira nagyon más a világ most, vagy akkor is hasonló volt, csak most éppen a témák változtak meg. Mármint abból a szempontból, hogy rossz dolgok akkor is történtek, nagy technológiai változások akkor is történtek, nagy ideológiai meg gondolkodásbeli változások akkor is történtek, csak ugye hát nekünk ott nem menő, mert ugye az már nyomor, meg old school cucc. De valójában ezzel próbálom nyugtatni magam, hogy semmi különleges nincsen abban, ahogy gondolkozom, vagy ahogy kiakadok azon, hogy minden megváltozik, mert valójában ugyanez történik. Igazából ez oda-vissza igaz, hogyha vele gondoltok, mert sokan meg azt hiszik, hogy ők a nagy változás zászlóivői,
meg hogy ők követik le az új dolgokat, meg minden, pedig valójában ők is ugyanazt csinálják, mint ezelőtt 30 évvel azok, akik akkor követték a változásokat. Szerintem igazság szerint minden ugyanaz, csak sokkal gyorsabb minden, meg sokkal gyorsabban terjed az információ, ugye az internet miatt. De amúgy szerintem minden teljesen ugyanaz. Ugyanúgy tűnnek el trendek, régebben is ugyanúgy tűntek el trendek, csak sokkal lassabban következtek be ezek a dolgok, mert nem volt így összekötve a világ. Az biztos, hogy az internet maga az nagyon sokat, hát nem azt mondom, hogy a videót inkább változtatott a dolgokon, mert ugye az a baj, hogy ugyanúgy exponenciálisan felerősíti az internet a jó és a rossz üzeneteket is, meg a trendeket. Az a baj igazából, hogy az biztos, hogy a legdrasztikusabb változás azóta az internet, a közösségi platformok elterjedése, stb. Mert az a baj, hogy igazából a pozitív hullámokat azért nehezebben érezzük, mint a negatívakat, és ez azt is felerősíti, azt az érzést, hogy ugye folyamatosan negatív dolgok történnek. Ezzel nem lehet mit kezdeni, a hírek is ilyenek, tudjátok. Mindennel kapcsolatban erről beszélnek. Egy negatív kommentet örökre megjegyzel, 30 pozitívat észre se veszel, stb. Mennek ezek a dolgok, sajnos az internet is ezt csinálja. Én megmondom őszintén, hogy például a legrosszabb része az, hogy ennyire ilyen decentralizált ez az egész dolog, az, hogy az emberek önző érdekben használnak mindent, tulajdonképpen, amíg ingyen van. Ez nagyon fontos. És ez okozta gyakorlatilag azt, hogy ennyire gyorsan, ennyire rossz felé vette az irányát az összes közösségi platform. Mert ugye egy ember megkérdez, hogy figyelj már, ezek a közösségi platformok, mit tudom én, pszichológiailag rossz hatással vannak az emberekre, társadalmilag teljesen eltorzít minket, stb. Mit mond rá? Hát én a messengeren dumálok a haverokkal, úgyhogy leszarom. Tehát, hogy mindig van egy önös érdek, ami nélkül ugye az emberek nem tudják elképzelni az életüket gyakorlatilag. Tehát anélkül, hogy megozna picsárat az interneten mondjuk, anélkül is lehetett üzenetekben beszélni egymással régen is. Uh-huh. Egyébként. Maga az a gondolatmenet, hogy ugye... De az ingyen van. Nincsen. Tehát nincs ingyen a közösségi platform, nincs ingyen a messenger, nincs ingyen az internet, ez nagyon fontos, semmi sincsen ingyen. Az SMS pénzbe került. Igen, de ugye az megváltozott. Tehát attól függetlenül, ha hiszitek, hanem ez is tök érdekes, múltkor beszélgettem erről valakivel, hogy az SMS még mindig létezik. Csak ingyen van. A legtöbb platformon. Igen. De ott, de van. Hogy ne lenne. Tehát, hogyha az androidos vagy az Apple-os oldalát nézed az üzenet alkalmazásnak, az ugyanúgy ingyen van, mint a Messenger, csak közben nem osztod meg azt, hogy mit gondolsz a másik emberről a mindenki előtt, vagy nem lájkolod a nácikat, vagy mit tudom én. Tehát, hogy ez működik enélkül. Mm. Szóval soha nem értettem ezt a fajta gondolkodásmódot, de biztos. Furcsa, hogy milyen durván rátelepedett gyakorlatilag az emberekre ez az egész közösségi platform. Mert ugye csatlakoztak hozzá, regisztráltak a Facebookra, mert ugye már nem volt menő, hogyha nem vagy fent, meg mit tudom én, és aztán egyszer csak így körben nőtt. Így mindennel. Amúgy ez így van. Igen. Most már el sem lehetne képzelni szerintem nélkül. Nehéz. Az az igazság, hogy a társadalmat elkezdte bontani a közösségi média. Ugye most ugye az amerikai helyzet az egy dolog, de ugye ez az egyik olyan példa, amit ugye most nagyon sokan tárgyalnak egyébként, hogy gyakorlatilag egy óriási katalizátora volt a social media, mint olyan, ennek az egésznek, és még mai napig, mostanáig is, miközben folyik, is egyre rosszabbat okoz alapvetően, és igen, valójában nagyon sokan mondják, amit itt írtatok is, hogy nagyon el fognak szabadulni ezek a dolgok, és valamilyen szinten majd regulázni fogják ezt is. Tehát tudjátok, a világ egy körforgás. Mindig is ez volt. Majd egyszer elérünk az anarchiához, amikor már jó minden szétbomlik a picsába, azt akkor majd újra szerveződik minden. És az sosem marad el, hogy megbotozzák azokat, akik miatt történik. Az sosem maradt el. Az mindig megvolt. Úgyhogy ja, ez mindenféleképpen egy érdekes gondolatmenet, hogy milyen dolgokat ért el gyakorlatilag a social media. Mert az a baj, hogy felsorolják az emberek ugye a pozitív oldalait, ami van egyébként elég sok pozitív oldala, csak az emberek nem arra használják. Tehát ez a rosszabbik része az egésznek. Ja. Igen. Tehát maga az, hogy sokan nem tudnának élni közösségi média nélkül, el tudnám képzelni akkor, hogyha valamilyen kapcsolat lenne mondjuk a munkájukkal, vagy ilyesmi, de valójában én nem gondolom, hogy olyan nagyon fontos lenne.
Hát ilyen lehetetlen, de sok embernek tényleg az a napi hírforrás, vagy a napi tájékozódási helye. Igen, azt tudom. Nem, azt megy, tudom. Nem megy külön oldalakra fel, hanem így minden ott van. Hát ez egy kényelmi dolog. Hát szerintem az. Ja. Hát akkor nem. Azért használják az emberek. Igen, csak az a baj, hogy az olyan faszán összeszedi neki az összes fake news-t, amit csak lehet az agyába, hogy az olyan félelmetes. Az hát, biztos, hogy sok munka alapult már a közösségi médiákra. Egyébként, tehát hogy sokan jó, dolgoznak hát, ebben. Majd meglátjuk, hogy mi, hogyan fogja kiforogni magát, de igazából én is azt látom, hogy a közösségi média nekem tényleg, most a Twitter is egyébként, az, hogy megosztanak velem valamit, és nem azt nézem, amit megosztanak velem, hanem azt, hogy úristen, ez a csávó ezt olvassa. Úristen, az ember ilyeneket lájkol. Honnan tudnak erről az emberek? Hogy találták meg? Érted? Ezek a gondolataim vannak, és tehát arra próbálok asszociálni mindig, hogy így mennyi ember van bazdmeg, akiről azt gondoltam, hogy amúgy, mit tudom én, tök normális emberek, és akkor velem osztanak meg olyan dolgokat, amikről én azt gondoltam, hogy értelmes ember nem jár ilyen helyeken. Tehát, mondom, szerintem összességében főleg negatív hatása van ennek a dolognak. Én legalábbis abszolút így érzem, nincs olyan nap, hogy felmennék egy közösségi platformra, és egyszerűen ne azt látnám, hogy miért van ez itt? Tehát miért van ez itt? Tehát az, hogy csinálnak mondjuk egy Facebook csoportot az emberek arra, hogy a közös érdeklődésüket mondjuk megpróbálják egymással megosztani, vagy mondjuk egy információval kecsegtető, mondjuk egy városról, vagy egy klubról, vagy bármiről. És az a Facebook csoport is két napig működik úgy, ahogy működik, mert utána egy teljesen ez a full derail. Hogy nem lehet kérdezni semmit, nem lehet mondani semmit, mert mindenki azonnal ilyen keyboard warrior-rá változik. Uh-huh. Szóval hihetetlen, hogy eltorzul ez az egész. Kicsit úgy érzem, hogy az egész nyitott internet, mióta létrehozták ezeket a user-based platformokat, azóta olyan lett, mintha mindenkinek lenne egy megafon. Gyakorlatilag. Ami azért nagyon furcsa, mert a világ nem véletlenül alakult úgy eddig is, amíg alakult. Tehát ameddig nem volt internet, TV, meg semmi, csak ősemberek voltunk a kövekkel, meg botokkal, akkor sem mindenki ugatott megállás nélkül, akkor is volt, aki beszélt, és volt, aki kussolt. És valahogy ezt a rendszer próbálja meg ez az egész social media így megmozgatni, így az alapjainál fogva. Lehet. Tényleg, mondjuk az igazság, hogy hát nem is tudom. Szerintem a social media nagy részt azt a hatást kelti, minthogyha lenne náluk egy nagy megafon, és üvöltözhetnék a véleményüket, de amúgy kurva nem számít. Hát ez egy darabig igaz volt, hogy nem számít. Hát szerintem. Aztán ugye polgárháborúk szerveződnek a social media. De az más, hogy kommunikációs platformként használják a social médiát, az tök más. Szerintem. Mert miért ne használják arra? Hát arra is lehet. Így van, csak az a baj, hogy teljesen torzul ugye a kommunikációnak a lényege, a központja. Tehát hát igen, valaki egy nem user... nem a social platform lényege az, hogy érted? A lényege nem az, hogy ez történjen, igen, az igen, a baj, igen. Hogy eszköz tud lenni arra, hogy egy torzított tartalom ugyanolyan sebességgel terjedjen, mint nem. Hát ez benne van, igen. Tehát egy user, egy sima felhasználó tud annyit változtatni egy híren, amit másképpen oszt meg, ami ugyanúgy egy hashtaggel ugyanúgy fel lesz kapva, és félrevezet, mit tudom én, 3 millió embert, így, azonnal. Mert nem fognak rákattintani, nem fogják elolvasni, így működik, és kész. És az a baj, hogy ugye, nem, tehát ezzel nem tudunk most már mit tenni. Igen. Még nem tudom, hogy sem, mert ugye lehetett olvasni, hogy az elmúlt években, hogy megy ez a anti-fake news algoritmus fejlesztés. Én nem tudom, hol tart. Ugye ez ugye egy komoly probléma, tényleg. Az a baj az anti-fake news-zal, hogy a fake news az fake news. Hogy? Az eltorzított hír az eltorzított hír. És olyat megoszt a CNN is. Az igaz. És azt nem fogja lelőni a Facebook. Igen. Sőt, elég sok olyat oszt meg a CNN, mert mindig hagyjuk is. Szóval ja, nagyon, nagyon furcsa trendek alakultak ki a social platformokkal kapcsolatban, és nem tudom, gyakran belegondolok, hogy vajon mennyit nyer a világ ebből. Vagy mennyit nem? Hát... megosztó dolog ez. Szerintem. Összességében... figyelj, én mindig azt mondom, hogy összességében egyébként egy pozitív dolog. Ez az egész social network. Igen. Szerintem az. Rohadtul előre segíti az embereket, ahhoz segíti, hogy tudják tartani egymással a kapcsolatot.
Igen, de meg, arra van meg, más módszer. Meg az, hogy érted, egyetem, hogyha valaki tényleg úgy használja, hogy kellene egy social platformot használni, akkor így beleláthatsz a szeretteid életébe úgy, hogy mondjuk biztos, hogy két külön országban laktok. Tehát erre azért nagyon jó a social network. Az más kérdés, mondom, hogy tele van ilyen fake news-zal, meg mindenféle szarral, de hát sajnos ez ilyen. Tehát az internet. Igen, de a kapcsolattartáshoz szükség van a social networkre. Nem, nincs szükség. Mert csak... az egyetlen oka az volt, ami miatt Magyarországon is olyan gyorsan elterjedt a Facebook, hogy ugye ingyen van. Semmi hát más. Igen. Hogy hívjam fel telefonot? Tudod, hogy mennyibe kerül az? Jó, mennyibe? Hát igen. Az, jó, az is benne volt, ez igaz. Ez igaz. De szerintem az, hogy így, aki tényleg normálisan használ egy ilyen platformot, tök jó, hogy... hogy belelátsz így más életébe, aki érdekel annak az életébe. Őszintén szóval nekem mérgezi az agyamat nagyon sok tartalom, ugye a gondolatmereteim kapcsán, de nem arról van szó, ugye, mert én is leülök, gondolkodom dolgokon, de nyilván engem is befolyásolnak bizonyos tartalmak az interneten, amiket olvasok, és pont ezeket kergettem olyankor, amikor azt gondolom, és ezzel egyetértésemet fejezem ki most nagyon sok mindenkivel, hogy szerintem, és kíváncsi vagyok a véleményedre ezzel kapcsolatban, szerintem a Twitter, vagy a Facebook, vagy bármelyik social platform, szerintem nem módja a kommunikációnak. Tehát hányszor kerültél olyan helyzetbe, életedbe, amikor mondjuk egy akár egy messengeren, érted? Mondjuk beszélgettél valakivel, és még nem is az, hogy félreértetted, csak nem voltál biztos benne, hogy valaki hogy ért valamit. Ja, ez érted? Nagyon rossz. Igen. Tehát, hogy ugye igen, mondatok, kötött karaktereid vannak, stb. Nem látod igen, az arcot mellé, így. Nem látod a hangulatát, igen. Érted? És akkor mit tudom, hogy valaki bejön, hogy nem, és nem tudod, nem tudod, hogy most nem ér rá, vagy bunkó, vagy érted, szóval, érted, mit mondok? Hát mert nem látod mögötte, vagy legalább a hangját nem hallod, hogy mondja, tehát igen. Teljesen más. És én azt gondolom, hogy a legtöbb problémának egyébként ez az alapvető forrása. Az, hogy aha, szerintem biztos. Kommunikációra nem alkalmas egy Twitter. Ott nem lehet megbeszélni valamit. Ha valakivel tényleg gondod van, azt nem fogod tudni megbeszélni nem. Semmilyen social media platformon. Ez a problémám nekem vele, hogy a legtöbb olyan mondjuk politikai vagy társadalmi probléma, stb., ami feljön ugye ezeken az oldalakon és katasztrófába fullad, annak ez az oka. Hogy ez nem alkalmas arra, hogy kommunikáljanak az emberek egymással. Uh-huh. Mert fogalmat sincs róla, hogy mi a faszom baja van, vagy hogy írta ezt, vagy mit tudom, teljesen lényegtelen. Ezzel van az, hogy ugyanúgy nem lehet e-mailbe se valakinek megírni azt, hogy mit tudom én. Nem, hát érted, mit mondok? Az ilyen fontos, lényeges dolgokat, vagy ilyen konfliktus helyzeteket nem lehet írásban megoldani. Ez biztos. Igen, és én pontosan ezért gondolom azt, hogy alapvetően a social media platformok addig, ameddig információra használják őket, mondjuk elmentem a boltba, vagy érted, vagy kirakom, hogy na, megsétáltattuk a kutyát, aláírod, hogy mit tudom én, mi van, yes, ezekre működik, és ezek, tehát így alakult ki, mint olyan. De mióta a social platformok arról szólnak, amiről, hogy olyan kommunikációra használják őket, mint politikai kommunikációra, reklámokra, stb. Egyszerűen nem lehet normálisan használni. Azért, mert az emberek nem így beszélgetnek, nem így vagyunk összerakva. Uh-huh. Az ember nem úgy lett összerakva, hogy írásban kommunikál egymással. Érted? Mert hogyha úgy lenne összerakva egy emberi lény, hogy így tervezték, akkor még nem lenne arca. De mi a fasznak? Teljesen felesleges. Minek rángatod beszéd közben? Igen. Érted? Vagy minek mutogatsz? Teljesen lényegtelen. Érted? Mi ugye ezt ugye kifejlesztették, stb., ugye nagyon sok helyzetben egyébként jó, hogy ugye az ember ír, nem pedig telefonál, vagy nem pedig személyesen beszélget, de valójában csak elérkezünk arra a pontra, hogy az embernek le kell ülnie beszélgetni egy másik emberrel. És ott furcsa, hogy egész más dolgok születnek egy olyan beszélgetésből, mint hogyha irogattak egymásnak órák hosszan keresztül. Hát igen, ez, hogyha belegondoltok, hogy mi bizonyítja ezt egy dolog, nem hiába vannak az állásinterjúk személyesen. Ja, persze. Most érted, valakivel lehetne beszélgetni, lehet egy tök értelmes srác, vagy valaki, aztán meglátod élőben, és teljesen más. Kell látni valakinek az arcát ahhoz, hogy megismerd. Vagy hogy lásd, hogy nagyjából hogy milyen ember lehet, vajon. Tudod, mi van? Egy csomó mindenkivel beszéltem a hétvégén, nem erről a témáról, csak úgy találkoztunk. Mm. És bazzeg beszarás egyébként, nem hiszed el. Körülbelül ilyen 5-6 perc dumálás után úgy kijött egy csomó emberből, akivel beszéltem a hétvégén, hogy mennyire ki van a fasza mindennel. Az igen. Az emberekkel.
Mert ugye a neten mit olvas? Megállás nélkül. Érted? Ezzel értek egyet, azzal értek egyet, Black Lives Matter, nem Black Lives Matter, ilyen vagy, te vagy a náci, én vagyok a náci, miért oda mentél tüntetni, miért ezt csináltad, nézd már új strand lett, mocskos náci geci, meg lopott pénzből van. Érted? Az embereknek ebből egy idő után elege van, ez csak zaj. Semmi más, csak zaj. Emberek beszélnek olyan dolgokról, amikről fogalmuk sincs, olyan embereknek, akiket nem ismernek. Ennek nincsen értelme. Vágod? És az a durva, hogy sok ember elzárja magát ezektől a dolgoktól idő után, mert egyszerűen a közérzetére van hatással, tudod, az egész tudod mentális mi voltál, hogy így tudod, felkelsz reggel először a budira, és kettőt görgetsz a Facebookon, és már ideges vagy. Uh-huh. Mármint attól függ, hogy min. Mert tudod, mindenki ez el lehet találni. Uh-huh. Érted? Persze, persze. De most teljesen lényegtelen, hogy van, aki azon bassza fel magát, hogy megint kidobtak öt újszülött kutyát egy zsákba az út mellé, vagy azon bassza fel magát, hogy már megint mire költi a pénzt a kormány. Mindegy, mindenki kiakad valamin. És ja. Azért fasz a Facebook, mert 5 perc alatt megtalálod az összeset. Mert nincs az Isten, hogy ne. Nincs egy olyan, vagy egy ilyen, vagy egy olyan. Érted? És ez a durva. És nem igazából nem tudom eldönteni azt, hogy hogyan lehetne ezt megoldani, ezt a problémát. Mert összességében szerintem nem egészséges. Hát ez tényleg nem egészséges, de ezen már változtatni nem nagyon lehet szerintem. Azt mondják, hogy lehet, hogy ez is egy revolúció lesz. És jön majd valami más helyette. Hát lehet. Én azt gondolom egyébként, hogy vannak szolgáltatások a világon, amiket úgy promóztak be annak idején, tudod, hogy ingyenesen használhatóak voltak, és egyszer csak pénzbe kerültek. Tudod, ez egy ilyen beszokott marketing taktika. Én nem tudom elképzelni a jövőt úgy, hogy az internet abban a formájában fog létezni 15 év múlva, mint most. Uh-huh. Akár ebből a szempontból is. Valamilyen regulázás lesz mögötte. Lehet. Szerintem. Mármint úgy értem, hogy ha belegondolsz abba, hogy jó, nyilván ez egy óriási társadalmi teszt, igen. Vagy minek mondanám? Elengedtek ugye egy social media platform halmazt a világon, és most látjuk, mert ugye idő kell ehhez, hogy 5-10-15 év alatt milyen hatása van a társadalomra. Aztán ebből valaki le fogja vonni a konzekvenciát, érted? Ahogyan annak idején a televízióban is levonták, mert mindenből levonták. Uh-huh. És majd lesz ennek egy olyan verziója, ami majd a faszom tudja, hogy mi lesz, én nem tudom. Csak én nem tudom elképzelni, hogy ez ilyen nyíltan fog működni. Már csak amiatt is, tudod, hogy mik történnek az interneten. Uh-huh. Tehát ugye, akár a fake news-t, hogyha nézed, akár a propagandát, ami ugye felépült mögé, uh-huh. tudod, the great hack, stb., akár ugye az anonim embereknek a trollkodásai, az online zaklatások, a pedofil csoport, blablabla. Amúgy pontosan ezek a nagy események váltják ki az változásokat. Így van. És pontosan erről beszél, hogy szerintem ezek a dolgok, tehát ezek ugye, ezek azok a dolgok, amikor, mit tudom én, amikor Zuckerberg kitalálta, hogy állapja az összes létező social media platformot és összegyűrje Facebook-ká, uh-huh. érted? Akkor ő ezekre nem gondolt, ez biztos. Ja, de hogy? Ezért van szükség erre a nagyon sok éves tesztfázisra. Hát igen, belegondolsz, teljesen megváltozott már a Facebook alapötlete. Igen, és vele, együtt a világ is változott. Igen. És ezeket látni kellett, csak ugye ezek nem derülnek ki az első évben. Olyan, képzeljétek el, legalábbis szerintem az összes social platform, és maga az, hogy az interneten social media platformok léteznek, ez olyan, mint geci nagy béta. Legalábbis szerintem. Amúgy igen. Az emberek most megmutatják, hogy azzal a bottal, meg azzal a kővel mit tudnak csinálni, érted? Csak az a baj, amikor elkezdik a segükbe dugni a botot, meg lenyelni a követ, akkor valaki jön, hogy erre pont nem van. Igen, csak az érzésem, hogy amúgy tök jó lenne ez az egész, meg amúgy tényleg reagálnak ezekre a dolgokra a Facebooknál igen. is. Csak az a baj, hogy rohadt későn. Tehát szerintem sokáig hagynak ilyen szar dolgokat futni, meg kimenni, és rohadt későn reagálnak rá. Uh-huh. Sokkal hamarabb lehetne változtatni dolgokon. Viszont az, hogy a fake news-t, meg az ilyen módosított news-t megosszák az emberek, azt szerintem sehogy nem lehet befolyásolni. Én abban hiszek, hogy vagy fizetős lesz. A social network? Várjál. Vagy fizetős lesz, vagy olyan regisztrációt fog megkívánni, majd, ez lehet, hogy 10 vagy 20 vagy 30 év múlva lesz. Kell hozzá hivatalos dokumentum? Igen. Amikor azt tudják mondani, hogy úgy osszál meg fake news-t, bazd meg, érted? Hogy rájön a zsaru. Most is rájön. Amúgy ebben van valami. Hallottatok róla. Igen, igen. Most is rászállnak az emberekre. Persze, érted? Persze. De szerintem ez lesz a lényege, hogy oké, nyugodtan csinálj, amit akarsz, de a törvények ott is vonatkoznak. Ebben van valami.
Meg hogy eleve, igen, eleve az internethez, mint olyan használ, vagyis lehetne jogosítvány. Én kívül. Igen, és én nem azt mondom, hogy ez a jó megoldás. Alapvetően, csak nem hiszem, hogy van más megoldásra. Hát nem, nem. Mondjuk akkor, úgymond az internet privacy, tehát az internetes, hogy mondjam, magánjogok, azok megszűnnek. Vagy igazából erre lehetne egyébként alternatív megoldást találni, mert ugye nagyon sokan arra kérdésre keresik a választ, ugye a világon, hogy amennyiben ilyen szinten monetizálják egy személynek a személyes adatait, anélkül ugye, hogy bármit csatolna, miért nem mi kapunk pénzt? Ugye ezt egy csomóan most jelenleg kérdezik, igen, hogy what the fuck? Igen, ez igaz. Mert hogy kurva sokat keres. Lehetséges, hogy kitalálnak erre majd valami konstrukciós modellt. Lehet. Mondok egy példát, oké? Ami így az én fasságom. Jani, regisztrálni akarsz-e Facebookra? És több opciód van. Hello Jani, ez a helyzet, meg kell adnod a személyigazolványodat, a lakcímkártyádat, meg mondjuk a jogosítványodat ahhoz, hogy használd a Facebookot. Uh-huh. Érted? Mi 90 ezer oldal általános szerződési feltétel, felhasználjuk az adataidat. Oké? És ingyenesen használod a platformunkat. Vagy, második opció, fizes havi 4000 forintot, és nem használjuk az adataidat soha. Szerinted ez nem lenne korrekt? De amúgy de, ebbe van valami. Mert hogyha azt feltételezed, hogy a közösségi platform abból él, hogy a te adataidat árulja, akkor amikor te felregisztrálsz a platformra, és te azt mondod, hogy az én adataimat nem árulhatod, akkor ők nem keresnek pénzt. Igen. De ha te kifizeted, miért nincs egy ilyen opció? Tehát én nem azt mondom, hogy legyen fizetős az egész. Valószínűleg azért, mert sokkal több pénzt kapnak az adataidért. Világos, de így világos, de ugye a két véglet helyett ez egy köztes megoldás. Ez egy köztes megoldás, igen. Hát ja, ez egy nem... Tehát, nem hogy használhatnád továbbra is ingyen, de akkor megosztod. Most már nem rejtett módon, hanem úgy, hogy engem meg. Érted? Aha. Vagy azt mondod, hogy fizetsz egy összeget. És akkor a te adataidat nem használhatják. És ha azzal is kibasznak, na akkor mennek a picsába. Szerintem ezzel sokkal jobban lehetne egyébként alapvetően regulázni ezt, igen, a dolgokat. Vagy ezeket a dolgokat. Igen, és a legtöbb embernek nem érdekelné, nyomná a free-t. Persze, nyomná a free-t. Én csak azt mondom, hogy miért nincs opció. Igen, ebben van valami. De akkor is kellene hozzá irat. Kellene, de amúgy ez tényleg, ez az iratos témáról már beszéltünk sokszor, ezt szerintem rohadtul kéne. Igen, mert az internetes anonimitásnak nincsen semmi értelme. Őszintén szólva. Az internet a legnagyobb, hogy is mondjam neked, social justice warrior, fosganészar, amit a világ csinált valaha. A legnagyobb hazugság, ha belegondolsz. Az internet, az internetes szólásszabadság a legnagyobb hazugság a világon. Ja. Miért? Azért, mert szólásszabadság van az interneten, mindenki azt mond, amit akar, és most nem politikáról beszélek, egyáltalán nem. De hogyha elmondja Jani a véleményét a, mit tudom én, valamilyen megosztó témakörről, akkor képes az internet arra, hogy addig kommenteljék, amíg eltűnik örökre. Ez a cancel culture. Ja. Akkor hogy van szólásszabadság az interneten, hogyha eltüntetitek azt, ami nem tetszik nektek? Pontosan így van. Ja. Ez van. Az egész úgy, ahogy meg van egy hazugság. Meg rohadtul nincs. De ez csak az internetes anonimitás miatt működik így, érted? Igen. Mert az emberek nem így interaktálnak egymással. Meg érted, hol van szólásszabadság? Sehol. Sehol nincsen szólásszabadság. Mindenhol vannak szabályok, hogy miket írhatsz, miket nem, miket mondhatsz, miket nem. Nincs olyan része az internetnek szerintem. Na jó, lehet, hogy egy-két... Hát de nem. Sehol nincs olyan szerintem. Nincsen. Nem. Szabályok mindenhol van. Az igazából, tudjátok, másképp fogalmazok. Az emberek azt hiszik, hogy a szólásszabadság az, hogy nem kell felelősséget vállalni azért, amit mondasz. Ez nem szólásszabadság. Az nem szólásszabadság, hogy te mondjuk az embertű szóval permetezed a fekete embereket, és utána, amikor agyon akarnak venni, akkor azt mondod, hogy haver, én azt mondok, amit akarok. Ez nem szólásszabadság. Nem. Kimondod, amit mondasz, aztán megbaszódsz azért, amit mondtál. Ennyire egyszerű. De azt hiszik az emberek, hogy a szólásszabadság az arról szól, hogy következmények nélkül mondhatunk bármit. Ja. Mi teszi ezt lehetővé az interneten? Az anonimitás. Semmi más. De ha nincs anonimitás, igen, akkor kíváncsi vagyok, hogy mennyire lenne bátor egy-két ember. Hát arra én is. Vagy mennyire arra gyakorolná a szólásszabadsághoz való jogát. Igen. Igen. Mert szerintem sem ennyire sem.
mert ez a szólásszabadság is addig olyan kurva fontos, meg addig létezik, és pontosan ugyanolyan kibaszott kamu az interneten, mint az anonimitásnak maga a ténye. Mert ugye addig vagy ekkora négy méteres faszú, megöllek, meg halsz, véged van, érted, megkeresem a nyárat, ameddig nem tudja senki, hogy ki vagy. Uh-huh. Ja. Amúgy tényleg sokkal jobb lenne. Jobb lenne. Ha meg kell oldani a social media kérdését, szerintem ez lenne az egyetlen egy olyan. Mert érted, gondolj bele, a többi kommunikációs forma, érted? Ha valakit felhívsz telefonod, ott a számod. Ha valakinek írsz egy levelet, alapvetően lehet névtelen levelet küldeni, tudom, hogy erről van szó. Csak mondom, hogy alapvetően a legtöbb dolog letrészelhető, hogy honnan érkezik, ha csak nem vagy varázshekkergenyó. Igen. Érted? Szóval... Meg tök fasz lenne, hogyha fel lenne tüntetve az embereknél, hogy valaki ki az, aki gyerek. Például. Vagy ki az, aki... Ez a rohadtul vissza, ez már gond, ugye? A mai interneten ez gond, hogyha valakinek tudod a korát nagyjából. De amúgy tök kire lenne, hogyha fel lenne tüntetve a gyerek, és lehetne riportolni. A szülőnek, hogy nézd már rába az, meg miket ír, ez a hülye gyerek. Mint ahogy amúgy a valóságban is megteszi az ember. Érted? Oda jön hozzád az utcán ordibán egy gyerek, hogy még kis buzi vagy, vagy valami. Csak oda szólsz a szülőnek, hogy hey, ez mi? Ez valami csináljál már, tehát nem tudom. Igen. Nem tudom, engem ez a probléma amúgy alapvetően foglalkoztat. És mondom, de ez nem amiatt, hogy engem mi érint az interneten, mert igazából mondom, engem eléggé, tehát sok időbe tel, de vannak dolgok, amik megérintenek az interneten, amik felém szólnak, és van egy csomó dolog, ami már nem. Tehát nekem is van egy szint, ami alatt már igazából nem nagyon veszek fel semmit, tehát szó sem róla. Nem emiatt mondom, ennek sokkal nagyobb globális okai vannak, ami miatt érdemes erről beszélni. Hogy igenis fel kellene vállalni. És oké, persze, sok hülye ember van, aki annak ellenére is tolná a fasságát. Nincs ezzel semmi baj. De a szólásszabadság erről szól. Értitek? Hogyha valaki felvállalja minden adatával, felvállalja azt, hogy ő ezt meg ezt meg ezt mondja, és azért ezt meg ezt meg ezt csinálják vele, vagy a törvény eljár ellene, a szólásszabadság. De az nem szólásszabadság, hogy mit tudom én, Mercedes 14 egy Ford Escort alaprofil képén azt mondja, hogy mit tudom én, feldarabolom anyádat. Érted? Az nem szólásszabadság. Az egy gyáva féreg dolog. Uh-huh. Mert írhattad volna a Franco profiloddal is, csak hát nem. Nem megy. És azért nem írom a Franco profilommal, mert az interneten szólásszabadság van. Úgyhogy azt tudok, amit akarok a kamu profilomról. Ja. Ez igen. Az az igazság, hogy kezdem egyre jobban azt hinni, hogy töketlen köcsögöt csináltak mindenkiből az internettel. Hát igen. Ja. De amúgy, na, az a rész, köszönjük, hogy eszembe jutottad, Mikler Péter, az a rész a South Parkban, a trollos rész, több rész is az igazság szerint, mert egész évad. Az, most akármennyire is vicces volt, az maximálisan igaz. Tehát vannak olyan emberek, akik direkt csinálják ezt a szart. Igen. De komolyan, tehát ez komolyan, tehát az full real volt. Viccesnek tűnt meg minden, de ebbe bele se gondolnak szerintem sokan, hogy tényleg, tehát igen. Ezt élvezik. Odaírja a másik alá, hogy buzi vagy, dagat vagy, izé vagy, és így megy ez. És ezen élvezkedik, és csinálja a fake profilokat. Ezért kéne egy plusz hivatalos ilyen hitelesítés. Hogy ki kicsoda. Igen, az interneten. És az lenne a durva, érted, hogy nem is kellene tudod egy olyan fajta policing, ami minden egyes embert ellenőriz. Csak maga a tény, hogy téged felelősségre vonhatnak emiatt. Uh-huh. Ami egyébként egy csomó helyen működik, ezt vágod? Hogy? Hát hány cég használ? Tehát hallottál már erről biztos, hogy nagyon sok külföldi, és most már magyar cég is abban van, hogy Jani felvételezik, mondjuk mit tudom én, ehhez a jogi céghez, ahhoz a könyvelő céghez, ilyen tanácsadónak, nem tudom, és az állásinterjút megvan, és ahogy kimész, mondom, mit csinálnak, végignézik az elmúlt 10 évet, ja, a Facebookon, meg a Twitteren. Persze. Azt, hogy te a faszodat pörgeted a Twitteren 18 éves korodban, lehet, hogy nem fognak felvenni. Ja, és ja. Ez nyilvános. Igen. Mármint olyan szinten nyilvános, hogy ezt úgymond el is ismerték a cégek, hogy igen. Van egy ilyen social check. Igen, ja. Hogy fogod magad, és mondjuk te nem tudom, milyen politikai oldalakra írkálsz egy héten egyszer, leírod a véleményedet, és lehet, hogy azt mondják, hogy figyelj, haver, nem. Hát pontosan. Nem. Érted? És akkor jön az egész, hogy nincsen, nincsen. De szólásszabadság, nem, nincsen szólásszabadság. Egy valaki olyan embert alkalmaz pénzért, amiért ő szeretne. Ja. Egyébként viccen kívül ezért hogy is mondjam, érdemes kétszer végig gondolni, miket osztunk meg. Így van. Amerikában nem egyszer, nem kétszer hallottam olyan történeteket podcastekben is, amikbe komoly karrierbe futott emberek, mármint nem színész, vagy ilyesmire gondoljatok, úgy jelentkeztek céghez,
hogy fizettek ügynöknek azért, hogy nézzék át a social profilukat. Ja, tizenvalahány évre visszamenőleg nézzék át, van erre külön lehet felbérelni embereket, akik átnézik a social profilodat, mikortól regisztráltál mostanáig, hogy van-e ott valami, ami szerintük not okay, és ja, azt letörlik. Érted? És úgy jelentkezik egy helyre. Mert ez van kint. Igen. De amúgy, ha belegondoltad a cégek helyzetébe, jó, hogy utána néznek. Hát persze. Hát ez egyértelmű. Most érzedek egy ilyen lapos földhívót, ki az, aki felvesz például, vagy bármi. Most csak egy példát mondtam. De nem is ez, de most képzeljétek már, hogy beléptek egy Facebook profilra, ahol meglát, amikor mit tudom én, valaki, mit tudom én, beírja azt, hogy, hogy mit tudom én, megilkolnak egy ártatlan embert mondjuk, és azt írja, hogy megérdemelte. Érted? És akkor az emberek, akik olvassák ezt a kommentet, rákattintanak a profilra, ki ez a fasz? És az első dolog, amit látnak, az az, hogy Sperbank. És így... Damn! Komoly emberek dolgozhatnak ott. Na, szerintetek most ott annál a cégnél ki akarja ezt? Senki. Senki az égvilágon. Persze, persze. És mindent megnéznek. Jogos. De mindent megnéznek. Mindent. Igen. Megértitek amúgy, hogy is mondjam, a felvenni kívánt, vagy a jelentkező emberről is sokat elmond az, hogyha ilyen nagyon, hogy is mondjam, ilyen össze-vissza szar a social profilja. Igen. Tehát, hogy az is sokat elárul egy emberről, hogy tele van ilyen játék meghívó linkkel a profilja, meg ilyenek, szóval eleve fel se vesz senki. Ki az? Igen. Szóval, ja, sok mindent találunk. Ezek a dolgok, amikről beszélünk, ezek nem távoli dolgok, ezek már most is léteznek. Mondom, egyszer beszéltünk már erről. Az a baj, hogy azt felejtik el az emberek, hogy nem csak ők látják az internetet, hanem az internet is látja őket. Hihetetlen. Igen. Igen. Hát egy, mondjuk egy ilyen cyber security cégnél, tehát mondjuk egy ilyen, hogy is van ez magyarul? Hát az nem hát tudom, ilyen magyarul. Internetbiztonsági cégnél. Internetbiztonsági cégnél. Nem. Igen. A kiberbiztonság. Kiberbiztonság, igen. Na, ott például biztos, hogy alap, hogy fasza legyen a social profilod. Meg szerintem ott ilyen egyéb ilyen kis vicces tesztek is vannak. Vasga jó most írta, hogy ő vendéglátózik és csekkolják. Na, tessék. Igen. Ott is csekkolják most már. Csekkolják azért, mert megosztó embereket nem, tehát egyszerűen nem akarnak alkalmazni az emberek, érted? És az a baj, hogy itt kezdik el ordibálni az emberek, hogy de hát szólásszabadság van az interneten. Még egyszer mondom utoljára. Igen, de az nem azt jelenti, hogy mondasz valamit, és nem vállad a felelősséget érte. Úgy mondja ezeket a dolgokat, hogy gondolj arra, hogy ezt mindenki látja. Uh-huh. Ez van? Igen. Bár lehet igazatok van, hogy egy ilyen interbiztonsági cégnél azt teszik fel, akinek nincs social profilja. Az a belépő. De ez is milyen furcsa, hogy milyen sok mindenkinek nincs. Sok. Nekem is vannak ismerősök, akik egyáltalán nincsenek fent Facebookon, meg ilyen helyeken. Nekem meg vannak ismerősök, akik csak ott nincsenek fent. Ja. Mindenhol fenn vannak, az ég egyet a világon, mindenhol csak a Facebookon. Ja, a Facebookot, azt nekem is sokan kerülik. De most olvastam valamit, hogy valaki, ki nyilatkozott valaki, hogy most nem használják júliusban a Facebookot? Mert valami miatt. Nem tudom. Valamilyen oldal, vagy szervezet. Vagy nem tudom, nem hallottatok erről? Hogy most bojkottálták a Facebookot valami miatt? Majd bazdnek, tegnap olvastam, csak nem gondoltam volna, hogy ez feljön ma így. Uh-huh. Valamelyik, vagy hír oldal... Ja, de most ez direkt egy ilyen tüntetés? Igen. Ilyen cyber tüntetés? De konkrétan valamiért. Tehát valami történt, és annak okán most ők bejelentették, hogy nem... Jó, igen, Mark Hamill az más hát tésztán. Hát ő már régesség ott hagyta a Facebookot. Igen, bár amit művel Twitteren, ezt hagyjuk inkább. Hát igen, az egy kicsit erős. Amúgy tudottól. Igen, de most megint van valamilyen bojkott alapvetően a Facebookon. Csak mondom, nem jut eszembe, hogy melyik oldal az. De úgy látszik, nem hallott róla senki. Nem, mondom, egy külföldi oldalon olvastam pont. De csak egy pillanatra így átfutottam a cikket, és nem... Nem jutott eszembe, hogy kicsoda, vagy micsoda, de azt tudom, hogy valamilyen szerveződés, valamilyen, nem tudom, milyen fake news nem töröltek, vagy valami ilyesmi, és amiatt. Aha. Amiatt van ez. Hát az lehet. Valamilyen fake news volt. Lehet, hogy fake news volt. Nem tudom. A North Face. Az. I'm Pumpkin. Az. A North Face. Ugye? Várjatok, beírom. De azt hiszem, hogy az, igazad van. North Face... All caps, mi?
Igen, North Face is the biggest brand yet to join Facebook ad boycott. Tehát nem is reklámoztat. Ja, ad boycott, tehát igen. Nem fognak reklámoztatni. Igen, igen, igen. Aha. Outdoor apparel, no, igen. A North Face-t ismeritek mind. Hátizsák, tudjátok meg ilyenek. A ruhamárka az a CK, jaja. A North Face. Igen, azt mondja, we are in the North Face tweeted, we are out of Facebook, stop hate for profit. Igen, és hogy mi volt az oka ennek? Igen, próbálom kitalálni. Biztosan ismeritek, hogyha más nem, akkor a logót felismeritek, hogyha rákerestek. Srácok, 100%-ig, hogy vágjátok ezt a márkát. Igen, igen, itt írja, tehát, hogy... nem fognak reklámozni, Júli. Igen, itt írja, hogy halting all activity and US paid advertising with Facebook until stricter policies are put in place to stop racist, violent and hateful content and misinformation circulating in the platform. Igen. Mert hogy azzal gyanúsítják őket, hogy azért sem szedik le ezt a rengeteg sok racist, meg hateful contentet, mm-hmm. mert ugye ezeken van a legtöbb activity, és ja, ebből keresik a legtöbb pénzt. Értem, értem. Ez az oka. Ha. Igen, 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 igen. Szóval a North Face biztosan ismeri mindenki, nem létezik, hogy nem. Biztos, hogy látod. Ez egy iszonyatosan nagy outdoor márka. Rohadt nagy. Mint olyan. És ja, most ők is ugye csinálják ezt az ad boycottot, és ugye csatlakozott hozzá több márka is. Na jól teszik. Én egyet értek velük én alapvetően. A YouTube-ot is megfingatták emiatt. Akik ja. gyakorlatilag, ja, ha belegondoltak, az elmúlt 5 évben gyakorlatilag levegőért kapkodva minden szart letiltanak, ami nem family friendly a platformról, mert annyira megszapadták őket a reklámot vásárló cégek. Igen, igen. Hát a Facebookon is lehet ilyet csinálni. Igazság szerint, ha belegondoltok, így lehet változásokat elérni, mármint a cégek részéről, hogyha ilyeneket csináltak, mint a North Face. Pontosan. Rengeteg pénztől esik el a Facebook. A YouTube-ban megcsinálták, a Facebook-on miért ne csinálnák meg? Hát, ugyanúgy, persze. Simán. Igen. Hát jól teszik. Néha nem árt így rá koppintani a fejére. Mondjuk az, hogy a North Face önmagában nem lesz szerintem elég ahhoz, hogy bármilyen változást elérjen, de szép a kezdeményezés. Igen. A social media most már DVZ, most már politikai eszköz, nem annak indult. Ugye a Facebook egy baszodának indult, ami gyakorlatilag ugye most a Tinder. Annak próbált indulni a Facebook, egy egyetemi közösségi háló volt, amin láttad a csajról, ezt Mark Zuckerbergnek az életrajzi filmjében benne is van, aminek az volt a lényeg, hogy láttad a csajról, hogy van-e faszia. Ennyi. Ja. Ennyi volt a nagy ötlet, ami utána közösségi platform lett, aztán pedig politikai eszköz. Igen. Egyébként fura, hogy bár valószínűleg megölni az egész Facebook működését, de fura, hogy nem lehet mondjuk a kontentet szűrni magadnak. Tehát tök király lenne, hogy bejelölnéd, hogy mondjuk politikai dolgok nem érdekelnek. Hát, és elméletileg, akkor tudod, hogyha ráfekszel nagyon, akkor tehát azzal érvelnek sokszor uh-huh. sokan, hogyha nagyon ráfekszel, akkor egy idő után meg tudod oldani, jó. Hogy tudod, mindig rányomod az adott dologra, hogy nem érdekel. Na jó, de hát bazd már meg, tehát most az AI nem tartott, hogy most be tud pipálni, hogy no political content, és tehát kiszűrjön mindent. Így hát, van, nem. Így van. Tehát hogy persze, hát az AI tudja is. De tudja is, de akkor nem jönne a money, hogyha nem tolnál pofádba ezt az összes szart, mert hogy lenne annyi, tudod, mi az Istennek hívják ezt? Mi az? Mire gondolsz? Tudod. Mi az? Tudod, like, comment, share. Az interakció? Köszönöm. Interakció. A poszton. A poszton. Ez igaz, de amúgy tökére lenne, ha lenne ilyen szűrő. Vagy mondjuk külön tebet kapna, tudjátok, így oldalt, mit tudom, political, vagy lenne news, vagy hírek, és akkor így tudnál azok, hogyha akarod, akkor el tudod olvasni a híreket, ha nem, akkor nem. A reach is jó szó. És tényleg csak azt látnád, amit az ismerőseid megosztana. Uh-huh. Amúgy nem lenne rossz, hogyha ilyen lenne a Facebook, de ez természetesen nem fog működni soha már. Mindjárt a Happy Hour végén ismertetem a mai menetrendet, mivel nem megy a menetrend parancsunk, nyugi van. Igen, tudjuk. Szóval jó lenne, hogyha ilyeneket lehetne csinálni a Facebookon, de hát nem lehet. És egyébként tuti biztos, hogy tudja a Facebook azt is, hogy milyen tartalma az adott cikk. Hogy a faszomban ne tudnál? Minden tudnak, mivel hogy emlékszem, amikor kiakadt a Verge, azt hiszem, hogy megírta, hogy miket lát a Facebook a képeken. Amikor összefosta magát az egyik, nem is egyik, egy ilyen nagyon nagy CDN szolgáltató, ami a Facebooknak ugye a képeket tolja ki, és annyi jelent meg, hogy milyen hashtagek vannak a képen, milyen tagek vannak a képen. És automatikusan felismerte a Facebooknak az algoritmus, hogy mik láthatók a képen. Mm. Ott volt egy családi kép, és ott volt, hogy apa, lánya, kutya, fiú, lány, minden ott volt, hogy a fű, fák, ház, mindent lát a Facebook algoritmusa. Igen. Hagyjuk.
Elég vicces. Lehetne faszán szűrni, csak nem akarják. Ezért fordul elő például emiatt az algoritmus miatt, vagyis hát igazából nem is algoritmus ez már, mert igazából mégiscsak machine learningről van szó, mert ugye nagyon sok mindent tanul a Facebook, hogy ilyen, hogy megpróbálnak olyan, sokan megpróbálnak olyan képeket feltölteni social media platformra, ami mondjuk úgy néz ki, mint egy nuni, de nem az, és hogy megjelölje a Facebook, mint sensitive content, és leszedje. És le! Mert még nem tanulta meg, hogy az bizony két banán. Érted? És így ilyeneket csinálnak, meg van, aki az Instagramon is ebből úgy sportot, hogy hasonló dolgokat tölt fel, de amik valójában nem azok. Van az a legnagyobb trollkép, az a lámpás kép. Azt vágod? Igen. Igen, van az a lámpa, ami úgy néz ki, egy segg. Igazság szerint. Meg egy bugyi. Igen. Az nagyon menő. Azt mindig beszoptam régen. Láttad a izét? Azt, amit megosztottam Twitteren reggel? Melyiket? A marsosat. Látta. Milyen durva, nem? Az nagyon kemény. Nézzétek meg. Két csillag lenne. Igen. A Curiosity Rover küldött képeket már megint a Marsról, a Mars felszínéről. Te tudnotok kell, hogy ez is több képből összerakott vertikális panoráma kép, és azon a képen tök jó, már látszik a Föld. Uh-huh. Ja igen, az ilyen mindenféle varázs spaces fake hívőknek mondanám, valójában az égre nincs kiírva a Earth. Az csak utólag lett odaírva. Az nincs csak a pötty. Na mindegy. És ez mennyire menő az a kép már, hogy így ott van a Vénusz is, meg a Föld is, hogy basszus, ha belegondolsz abba, hogy mi mekkorának látjuk innen a dolgokat, hát messze van. Kurva messze van. Igen. Messze van. Az azért úgy elég durva. Nekem nagyon tetszett ez a kép, tök menő. Menő. Hogy azért ilyenek vannak. És ugye már 8 éve zümmög ott fent az a Curiosity Rover a Marson, aztán ott fényképezget. Tudjátok, hogy lesz. Ott elva magának. Majd mennek, maszkék, azt majd autókáznak vele. Vagy lehet azért mennek, hogy feltöltsék az aksit. Lehet. Nem. Aksi upgrade-et kap a kis rover. Nem. Hagy fotózgasson. Így van, Pogi, csak a Vénusz van kiírva. A Föld az nincs. A Vénusz az ki van. Úgyhogy, de minden esetre egy nagyon-nagyon érdekes kép. A Twitteremen van, nincsek. Ott osztottam meg. Ja. Egyáltalán nehéz megtalálni. Nem igényel ilyen white hat hacker skilleket. Nem. Hogy megtaláld szó se róla. Na, srácok, a heti menetrenddel kapcsolatban azért nem nagyon mélyednék bele a dolgokba, mert nincs egy előre menetrend, de amint lesz, majd befejezzük a menetrend kitöltését. Igen. Az biztos, hogy egy rendkívül átgondolatlan mai program van. Erre én is. De azért, mert ezt külön döntöttük el. Igen. Nem egy időben, és ez így gyakorlatilag olyan 7:30 környékén esetleneken. Tehát a mai menetrend nekem a következő. Is. Most véget ér a happy hour. És utána 10 órától elkezdünk Last of Us 2-zni, mint a kurva élet, hogy behozzuk a hétvégi lemaradást. Köszi, hogy hétvégén olyan sokan megnéztétek a vodot, gondoltam egyébként, hogy így lesz, hogy akkor fogjátok pótolni a dolgokat. Szóval, 10-től lesz, tehát egy fél óra múlva kezdődik a Last of Us stream, nagyjából 6-ig. Ha már így alakult a dolog. Hát csak úgy, egy röpke 8 óra. Egy 8 órát ül Pisti, ami nem gáz, és aztán ugye 7-től meg Time-mal podcasteljük a VVDC-t, mert ugye hát viszkedett a seggetek a Twitteren. Szóval ma egész nap lesz stream. Hashtag 12 órás stream. Csak mondom. Amúgy vehettünk volna egy ágytálat. Csak mondom. Ja. Egy kacsát. Így nekem. Vagy egy katétert. Az fáj. Fáj. Igen, az fáj. Marad a kepis üveg. De hát miért kimész egy kis pisi szünet. Easy. De amúgy ilyenkor szoktál tartani egy mini evédszünetet. Most nem biztos, hogy valami. Meglátja, majd beszéljük. Hát enni kell. Nehogy ne egyéb, Pisti. Ott lesz a 6 és a 7 között el, akkor disznolkodni. Hozom neked a kaját este. De most komolyan ott lesz 6-7 között a disznolkodós óra, akkor fogok szippantani. Hát ne. Majd meglátjuk. Valamit rákcsáljál, hozok neked valami ropit. Na, srácok, úgyhogy ez a terv mára, úgyhogy olyan este 9-ig mostantól programban. Most lesz stream, igen. 8:30-tól kéne, ne? A kurva fasz. Valami lesz. Ez egy nagyon-nagyon komoly nap lesz, srácok. Nagyon szépen, előre is nagyon köszönjük, hogyha jöttök, és megnézitek ezt a sok mindent. A thevr.hu működését elindítom hamarosan, szerintem. Reméljük, hogy rendben lesz a menetrendünk, meg az oldalunk, meg amúgy az e-mailünk is, mert e-mailt se kapunk. Tehát, hogyha valaki írt, akkor sorry. Nem, amúgy, nekem amúgy is van egy ilyen természetes szűrő. Amúgy igaz. Úgy,
hogy ennyi. Úgy, azzal nincs gond. Nem tudom, a héten lesz még az a Twitch Rivals is, ugye? Ne, igen, az szerdán lesz, este 7-től. Este 7-től lesz Twitch Rivals, a Janiék majd pergetik a kodot. Pontosan így van. Illetve, ha minden jól megy, ez nagyon nagyban függ még a holnaptól is, meg a mától is főleg, de említleg szerdán meg lesz az utolsó gépépítős live is. Bizony, bizony. De ugye ez még bizonytalan. Bizonytalan, de elvileg az lesz. Attól függ, hogy hogy haladunk a Last of Us-szal, és attól függ, hogy hogy érkezik a SpongeBob. Ilyen dolgok vannak, ilyen dolgok vannak itt. Igen. Na, szóval most már nem kérdésem, mert ebben a pillanatban mondtam el, hogy mi lesz. Igen, 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 igen. Na jól van, srácok. Jó van, legyetek jók akkor. Legyen szép hetetek. Bő fél óra múlva találkozunk Ellivel és a lóval. Így van. Na, szevasztok.